Januárban egy nagyon kedves barátom, Zsegő Józsi megkeresett engem és még pár barátunkat a suliban, és mondta, hogy olvasta a hírekben, hogy a tanárok sztrájkra készülődnek, és akkor utána olvastunk, hogy mik is a követeléseik, és teljesen jogosnak találtuk azokat. Úgy döntöttünk, hogy csinálnunk kell nekünk is diákoknak valamit, viszont nem csak a saját iskolánkban, hanem akkor már egy nagyobb lépést teszünk, és megkeressük az ismerőseinken keresztül a többi iskolának a diák önkormányzatát, és akkor így szerveztük meg még márciusban az első szolidaritási tüntetésünket, és utána ugyanezzel a csapattal folytattuk szeptemberben. Abban az időszakban egyre több és több ember és csoport mozdult meg, így diákok közül is. Úgyhogy különálló csoportok jöttek létre, viszont úgy gondoltuk, hogy nem akarjuk azt a hibát elkövetni, mint előttünk nagyon-nagyon sokan, hogy a sok erőforrás az egyszerűen szétzilálódik, és ezért megalakítottuk az Egységes Diákfrontot. A jövőben több hosszú távú programmal is készülünk. Szerintem az egyik legfontosabb az a népszavazás lesz, ami jelenleg úgy áll, hogy Választási Bizottság kidobta mind a 7 kérdésünket, viszont ezeknek egy részét a kúrián megtámadjuk, illetve a PS-nek is voltak átment kérdéseik, és mi szeretnénk ezt az egész kampányt végigvinni. Most már több mint 300 aktivista jelentkezett, hogy segítsen nekünk majd az aláírásgyűjtésben. Ez azon felül, hogy tehát az Egységes Diákfrontnak a tagságán felül. És augusztus elejétől kezdve megpróbálunk több mint 30 vidéki városba elmenni, és bázisokat alapítani ott, és ezt követően szeptembertől egy olyan tüntetés hullámot fogunk megpróbálni felhúzni, ami egy sokkal átgondoltabb és egy tervezettebb megmozdulás sorozat lesz, mint az eddigiek, és megpróbálunk tanulni az eddigi hibáikból és az eddigi jó gyakorlatokból is. Szerintem az ideális Magyarország az egy olyan hely, ahol nem kell attól félni, hogy milyen vagy, bárhol születsz és bárhol nősz föl, ugyanazok a lehetőségeid vannak meg, ne számítson az, hogy te honnan jössz.